Szeretettel és tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Nagy László urat, a Berettyóújfalui Tanterületi Központ szakmai vezetőjét, tanártársaimat, a szülőket, diákjainkat, a Derecskei első Rákóczi Győr gimnázium, technikum és kollégium tanévzáró ünnepségén. Ünnepségünk kezdeteként hallgassuk meg a himnuszt. Szakasz vigyázz! Szakasz vigyázz! Intézményünkben már évek óta hagyomány, hogy a rendvédelmi képzésben résztvevő szakgimnáziumi tanulók körében megszervezzük a menetdal versenyt. Ebben a tanévben a 11. C és 11. D osztály mérő összetudását. Szeretném felkérni Vadász István rendőr alezredes urat, a Derecskei rendőrös parancsnokát, Farkas Gábor százados urat, valamint Nagy József intézményvezető urat, hogy kísérjék figyelemmel a versenyt, majd értékeljék a látottakat. Tisztelettel köszöntelek benneteket, mint ahogy már a hölgy bemutatott, Vadász István rendőr alezredes vagyok, a helyi rendőrös parancsnoka. Igen, és hagyományszerűen már évek óta kell zsűriznünk a 11. osztályosoknak a tanulmányait. Remélem, alezredes urak
méltóképpen felkészítettek benneteket. Már a bevonulásnál látszik, hogy lesz min elgondolkodni. De reméljük, hogy döntésre tudunk jönni százados úrral, illetve igazgatóval. Győzön a jó. Irány utánam! Lépés indul! Egy, kettő, egy! Százados úr, sejj, haj, három, négy. Százados úr, sejj, haj, százados úr, a felül adomára. Hányú golyó lesz annak a búcsúztatója. Szőke kislány, sejj, haj, barna kislány lesz a megsiratója. Lépés indulj! Egy!
viselet. Diófából sejhaj, diófából nem csinálnak koporsót. A bakának sejhaj, a bakának nem írnak búcsúztatót. Ágyú golyó lesz annak a búcsúztatója. Szőke kislány sejhaj, barna kislány lesz a megsiratója. Megtörtént a megmérettetés. Őszintén megmondom, hogy mind a kettő szakasz, bár kicsit csökkentett létszámmal, éppen jeleztem itt a igazgató úr irányába, hogy tavaly, mintha meg tavaly előtt, mintha többen lettünk volna, de sajnos ez így alakult. A lényeg, hogy úgy döntött a zsűri, szinte mondhatnám egyöntetűen, hogy a 11/D osztály lesz a mai menetdal verseny győztese. Megkérem a parancsnokot, kisasszony. Gratulálok. Köszönöm. Mind a két parancsnok megfelelő módon vezényelt. Reméljük, hogy majd, amikor a magasságba emelkednek, ők is hasonlóképpen Alezredes uraikhoz és Százados úrhoz, akkor majd még tudnak hasonló vezényszavakat és egyéb eredményeket elérni. A dobogó második helyezettje, nem az utolsó, természetesen a 11 percig. Kedves diákok, én nem szeretném tovább szaporítani szót, mert úgy látom, hogy még lesz még itt alkalom, hogy álljatok. Nagyon jó pihenést kívánok a hátralévő nyárra, és felkészülést a következő tanévre. Reméljük, hogy ez a járvány nem fog utolérni bennünket, bár sajnos benne van a levegőben. Tehát nem lehetetlen, hogy hasonló módszerekkel fogunk dolgozni, vagy fogtok dolgozni online oktatásba szeptembertől, ezt majd még eldöntik. Reméljük, hogy azért a nyár az mindenkinek szabadjára bocsátatik, és mindenki jól fogja majd érezni magát. További sok sikert kívánok nektek. Amennyiben valaki a rendvédelmi, illetve a rendészeti iskolát választaná majd a elkövetkezendőkbe, azt csak biztatni tudom. Ígérni nem tudok, mert nem az én reszortom, de hajrá! Jók legyetek! A menetdal verseny után tanészáró ünnepségünk Fazekas Viktória 11. A osztályos tanuló szavalatával folytatódik. Hegyek mögött őrült lobogás, csitító dunacsobogás. Ez a hirtelen tűz a vízszínén, narancs-lila felhők esti fény. Domb árvalány hajjal borított, vihar utáni illatok. Pacsirta csapdosó szárnyai, mákvirág halvány szirmai, bíbor felhőben telehold. Hányadik már? Mi volt? És eközben mindig visszatér, télre nyár, a nyár a tél, új menekülés, új hurok,
ösvények, erdők, nyáralkonyok, levendula zsája illatok, mindig a tücskök, csillagok, mindig a hőség, enyhülés. Új nyár lobbantja lángjait, ne kérdezzük, hogy hányadik. Ne kérdezd, úgy is hasztalan. Előttünk nyár még mennyi van? Ha az őszi eső megered, apadnak a tündöklő tengerek. A parton majd megállsz velem, kagylók a fekete fövenyen. Számold meg akkor, hány maradt. Csillognak a kihűlt nyarak. Nagy Mária intézményvezető helyettes mondja el tanévzáró ünnepi beszédét. Tisztelt vendégek, kedves kollégáim, szakasz, kedves diákok! Pihenj! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a derűs nyári napon a Derecskei Első Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium tanévzáró ünnepségén. Ilyen hagyományos formájú évzáró ünnepségünk 2019. júniusában volt utoljára. A 2020-21-es tanévet ismét nagymértékben átalakította a világjárvány. Szeptemberben örömmel láttuk viszont diákjainkat és kollégáinkat. Pozitívan tekintettünk az eljövendő tanév felé. Még reménykedtünk benne, hogy megtarthatjuk programjainkat, az őszi Rákóczi napokat, a bihari túrát, a szalagtűzőt. Sajnos 2020. november 11-től tantermen kívüli digitális tanrendre kellett átállnunk. A tavalyi tanév már szolgált némi iránymutatással a digitális térben történő munkához, így mi, a pedagógusok és a diákok is rutinosan folytattuk a munkánkat. Az osztályfőnökök és a szaktanárok ismét óriási erőfeszítéseket tettek, hogy a napi munka rendjét felállítsák, és a diákok oktatását, nevelését továbbra is biztosítsák. A diákok egy része lehetőségként érte meg, hogy otthonról tanulhat. Jó néhány csoportban voltak ügyes, az online térben is talpra esett diákok, akik mind a diáktársaik, mind a tanáraik munkáját segítették. Másik részük kevésbé motiváltan, inkább a távolságot tartotta, és más otthoni fontos teendőket talált. A végzős osztályok ballagása még szintén az online térben történt, de az írásbeli érettségig szigorú egészségügyi intézkedések mellett rendben megkezdődtek és fejeződtek be. Az alsóbb éves diákjaink több hónapos digitális munka után május 10-én tértek vissza az iskolába normál munkarendbe. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a tanulók többsége rengeteget változott, nőtt a sok hónap alatt, hiszen egy nyári szünetnyi időnél is jóval több telt el, mióta személyesen találkoztunk velük. Mihelyt a gyermek énképe javulni kezd, jelentős változást észlelhetünk az eredményeiben, de ennél sokkal fontosabb, hogy olyan gyermeket látunk magunk előtt, aki jobban élvezi az életet. Wayne Dyer motivációs tréner gondolatait idézve, úgy gondolom, hogy csak is közösségbe öltve a szülőkkel tudjuk a diákjaink személyiségét formálni, minél jobb eredmények elérésére ösztönözni őket, tehetségüket gondozni, jövőképüket alakítani. Kedves szülők! Ezúton is köszönjük segítségüket, támogatásukat, melyet a tanév során nyújtottak. Nagyon sok esetben történt kapcsolatfelvétel a digitális időszakban is, melyek során közösen együttműködve tudtunk a diákjaink helyzetén javítani, adott esetben a problémát megoldani. Az elmúlt tanévet pozitív események is kísérték. A Lengyel utca felől a régi nyilázárók helyett új, korszerű műanyagablakok kerültek felszerelésre. A 16-os terem teljes felújításon esett át, újak a padok és a székek is. Reméljük, hogy ezek a munkálatok folytatódni fognak a jövőben is, és mind az iskola tanulói, mind a dolgozói megújult, szép környezetben dolgozhatnak. A 2020-21-es tanévben
A tanulmányi munka terén a következő eredmények születtek. 7 kitűnő és 12 tanuló jeles eredményt ért el. 9 tanuló szerzett középfokú nyelvvizsga bizonyítványt. Ők könyvjutalomban, oklevélben és alapítványi pénzjutalomban részesülnek. Összesen 289 tantárgyi dicséretet kapnak tanulóink a szaktanároktól. 18 sikeres ECDL-vizsga született. A nehezített körülmények ellenére is igyekeztek tanulóink eredményes évet zárni, büszkék vagyunk rájuk. Minden éremnek két oldala van, a sikerek mellett sikertelenség is van. 18 tanuló nem teljesítette a tanév követelményeit, ők az évfolyamot megismételhetik. 29 tanulónak még van esélye, hogy augusztusban számot adjon tudásáról, és sikeres javító vizsgát tegyen. Természetesen ez komoly felkészülést igényel. Biztos vagyok benne, hogy a szaktanárok szívesen segítenek a felkészülésben. Kedves diákok! Eljött a megérdemelt pihenés ideje. A 10. C, 11. C és 11. D osztályok is a szakmai gyakorlat végére értek a tegnapi nappal. Kapcsolódjatok ki, kiránduljatok, látogassátok meg hazánk szép vidékeit, ápoljátok baráti és rokoni kapcsolataitokat. Keressetek új hobbikat, merüljetek el egy jó könyv olvasásában, menjetek koncertekre, fesztiválokra. Beszélgessetek többet a szüleitekkel, vegyétek ki részeteket az otthoni házi munkából is. Vigyázzatok magatokra és társaitokra is. Szabó Lőrinc Nyár című versével kívánok mindenkinek vidám, gondtalan, szép nyarat. Nyár, kert, csönd, dél. Ég, föld, fák, szél. Médöng, gyíkvár, pókring, légyszál. Jó itt, nincs más, csak a kis ház. Kint csönd és fény, bent te, meg én. A 2020-21-es tanévet bezárom. Horváth János, 9. A osztályos diák. Példás magatartásáért és szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért, a Civitas Fidelissima országos történelem verseny első és második fordulójában való eredményes szerepléséért. Horváth Nikolett, 9. A osztályos tanuló, példás magatartásáért és szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért, a Civitas Fidelissima országos történelemverseny első és második fordulójában való eredményes szerepléséért. Barabás Dominik, 9. A osztályos tanuló, példás magatartásáért és szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért, a Civitas Fidelissima országos történelemverseny első és második fordulójában való eredményes részvételéért. Bőr Ferenc, 9. B osztályos tanuló, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jó tanulmányi eredményéért. Kovács Máté, 9. B osztályos tanuló, példás magatartásáért, szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért. Vég Sándor, 9. B osztályos tanuló, példás szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért. Tóth László, 9. C osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért és magatartásáért. Hegedűs Rihárd Tamás, 9. C osztályos diákunk, jó tanulmány eredményeért, példás magatartásáért és szorgalmáért.
Kovács Szabolcs, 9. C osztályos tanuló, jó tanulmány eredményéért, példás magatartásáért és szolgalmáért. Tankó Andrea Mónika, 10. A osztályos tanuló, jeles tanulmány eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, a dr. Kónya Józsefné emlékpályázaton való részvételéért. Hegyi Zsófia Petra, 10. A osztályos tanuló, jó tanulmány eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért. Nyerges Regina, 10. A osztályos tanuló, jó tanulmány eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért. Szabó Csongor, 10. A osztályos diákunk, jó tanulmány eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért. Török Olivia Nina, 10. A osztályos tanuló, jó tanulmány eredményéért, példás szorgalmáért, a dr. Kónya Józsefné emlékpályázaton való részvételéért. Szántó Lajos, 10. B osztályos tanuló, példás magatartásáért, szorgalmáért, az iskolai Wing Chun Kung Fu bemutató csapatbeli tagságáért, eredményes szerepléséért az 1000 év katonái csapatversenyen. Madarász Emese, 10. B osztályos tanuló, példás magatartásáért, szorgalmáért. Pálfi Roland, 10. B osztályos tanuló, példás magatartásáért, szorgalmáért, eredményes részvételéért az 1000 év katonai csapatversenyen, és önként vállalt reklám tevékenységért az iskola népszerűsítésében. Pap Zsófia, 10. C osztályos tanuló, jó tanulmány eredményeért, biológia versenyen elért helyezéséért, kiemelkedő közösségi szerepvállalásáért és angol középfokú komplex nyelvvizsgáért. Gyöngyösi Mercedes, 10. C osztályos tanuló, jó tanulmány eredményeért, biológia versenyen elért helyezésért, kiemelkedő közösségi szerepvállalásért. Kiemelkedő sport teljesítményért a Hajdú Rendészeti Sportegyesület Preventúra középiskolás kategóriában elért első helyezésért a következő tanulók részesülnek jutalomban. Boros Roland, 10. C osztályos tanuló. Csula Dániel, 10. C osztály. Gyólai Gábor, 10. C osztályos tanuló. Kalmár Szabolcs, 10. C osztály. Karap Viktor, 10. C osztályos tanuló. Vehetik át könyvet és az oklevelet. Halász Szandra,
11. A osztályos tanuló jeles tanulmány eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és matematika versenyen való részvételéért. Serestyén Fanni 11. A osztályos tanuló jeles tanulmány eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, matematika versenyen való részvételéért, középfokú komplex angol nyelvvizsgájáért és közösségi munkájáért. Szűcs Orsolya Ildikó, szintén 11. A-osztályos tanuló, jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, az online oktatás során nyújtott példamutató magatartásért, szorgalomért és kiemelkedő közösségi munkájáért. Pelei Dorina Fanni, 11. A-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért. Tar Petra, 11. B-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért. Bézi Anna Boglárka, 11. B-osztályos tanuló, az online oktatás során nyújtott szorgalmáért, közösségi munkáért. Kerekes Brigitta, 11. C-osztályos diákunk, kitűnő tanulmányi eredményéért, az osztályközösségben végzett munkájáért, matematika versenyeken való részvételéért. Bordás Nóra Bianka, 11. C-osztályos tanuló, jeles tanulmányi eredményéért, az osztályközösségben végzett munkájáért, matematika versenyeken való szereplésért. Kukuj Attila, 11. C-osztályos tanuló, kiemelkedő sportteljesítményéért. Piroska Ádám, 11. C-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Antal Krisztián Valentin, 11. C-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Balajti Barbara, 11. D-osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Szilágyi Réka, 11. D-osztályos tanuló, jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Fedor Krisztina, 11. D-osztályos tanuló, a kollégiumban végzett közösségi munkájáért. A kenguru matematika versenyen elért eredményükért oklevelet kapnak a következő tanulók. Balogh Zsolt, 12. A-osztályos tanuló. Fazekas Viktória, 11. A-osztályos tanuló. Kocsis Győző Viktor, 10. C-osztályos tanuló.
oklevelet és jutalmat kapnak a fenntarthatósági témahéten rendezett házi prezentáció készítő versenyen indulók. Első helyezett Kocsis Győző 10. C-osztályos tanuló lett. Második helyezett Horváth János és Horváth Nikolett 9. A-osztályos tanuló. A harmadik helyezett pedig Kerekes Brigitta 11. C-osztályos tanuló. A versenyen való részvételükért szintén oklevelet kapnak Boros Roland, 10. C-osztályos tanuló, Kovács Kornélia, 10. B-osztályos diákunk, Tankó Andrea, 10. A-osztályos tanuló. Szilasi Dániel, 10. A-osztályos tanuló. És Kozma Temüdzsin, 10. C-osztályos tanuló. Egyéb jutalmak átadása következik. Nagy Dávid, 12. A-osztályos tanuló, az intézmény vezetője és a nevelőtestület javaslatára tankerületi igazgatói elismerésben részesült kimagasló teljesítményéért. Fórián Nagy Valéria, az intézmény vezetője és a nevelőtestület javaslatára tankerületi elismerő oklevelet kap kiemelkedő szakmai munkájáért. Nagy József intézményvezető úr oklevelet ad át a 2020-21-es tanévben végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként Farkas Gábor százados úrnak. Gombosné Kovács Kinga tanárnőnek. Kis Andrea tanárnőnek. László János tanár úrnak. Sápiné Katona Ildikó tanárnőnek. És Szilágyi Adrián tanárnőnek.
az Európai Hulladékcsökkentési Héten nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Nagy Zsuzsanna tanárnőnek, és Szabóné Kerecsenyi Anikó tanárnőnek köszöni meg igazgatóra munkáját. A digitális jólét program az elmúlt év pedagógiai munkájának elismeréseként a digitális pedagógiáért elismerő oklevelet adományoz. Bata Krisztina tanárnőnek. Siginé Nagy Krisztina tanárnőnek. Farkasvölgyi Győzőné tanárnőnek. Herceg Krisztina tanárnőnek. Nagy Név Békési Anikó tanárnőnek. A 35. Országos Tudományos Diákkori Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika szekciójának középiskolai tagozatában bemutatott pályamunkájáért dicséretben és oklevélben részesül Kocsis Győző, 10. C-osztályos tanuló. Témavezetői tevékenységéért, segítő munkájáért elismerő oklevelet vehet át Székely Tünde tanárnő. Jelmezverseny győztese oklevelet és könyvjutalmat vehet át. Bordás Nóra, 11. C-osztályos tanuló. Az év diákja cím ebben az évben Létai Gréta, 12. A-osztályos tanulót illeti. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ az év osztálya díjat ebben a tanévben a 12. A-osztálynak ítélte oda. Felkérjük Nagy László tankerületi szakmai vezető urat, hogy adja át a díjat.
Nagy József intézményvezető úr oklevelt ad át a 2020-21-es tanévben végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként Fábiánné Forrai Arankának, az év osztályfőnökének. Az év tanára elismerő oklevelet és kupát a 2020-21-es tanévben Káplárné Bacskai Marian tanárnő veheti át. Szakasz, vigyázz!